Hagytál másképp élsz, soha nem kavarsz már bort, pedig régen másképp volt. Hová tűnt, mond a híres nagy bűvész, ki a fellegek közt járt, ha a képzelettel szállt. Itt vagyunk a játékészítő klip forgatásán. Úgy kezdődik a klip, hogy ezen a vágyon fekszik két gyerek, és az álmukban megjelennek a játékészítő mesehősei. Az az érdekessége a videoklipnek, hogy ez a négy előadó a valóságban sosincs egy helyen, tehát a forgatáson, de mégis egy gyerekszobában össze fognak találkozni, mert különböző helyeken fognak megjelenni különböző varázslatokkal ebben a gyerekszobában. Biztos láttad már azokat a plakátokat, amik kint vannak az utcán. Én például Jinnek vagyok beöltözve. Na most képzeld el, egy olyan videótrükk vagy egy filmtrükk van megcsinálva, hogy fehér inkbe, piros szemüvegbe állok egy fehér háttér mögött, csinálok egy gesztust, és ez a gesztus fehér inkbe, piros szemüvegbe egyszer csak egy trükk segítségével át fog alakulni, és én az a Jin leszek, ami a plakátokon is kint van. Nagyon jól fog kinézni. Gonoszan néz. Hát van benne valami kettősség, de így is beszéltük meg, hogy azért ne ijedjenek meg annyira a gyerekek. De azért majd én szerintem, amikor játsszuk, akkor biztos nagyon gonosz leszek az elején, aztán majd meglátjuk. Ne áruljunk el mindent. Amikor megláttad a plakátot, hogy mit gondoltál? Azt gondoltam, hogy nagyon tetszett nekem. Nem is nagyon ismertem hirtelen magamra. És ezt nem tudom, hogy el szabad-e mondani a kedves nézőknek, hogy mennyi minden utómunka van rajta. Tehát ezek a nyomtatott áramkörök, ezek nem voltak ráfestve az arcomra, sapka sem volt rajtam, képzeld el. Csak ugye a parókába voltam, meg a fekete kabátba. De szerintem nagyon izgalmas és nagyon érdekes kép. Sokan nem ismernek meg. Istennek sok gyerek rajongón van, ha mondhatjuk így, de a családban is vannak olyan gyerekek, akik imádják a játékkészítőt, és amikor meglátták, hogy a hajasbaba bőrébe bújhatok, nagyon-nagyon irigyek voltak a kislányok, hogy ők is szeretnének ilyen hajat, meg ilyen ruhát, de hát mondtam nekik, hogy itt lesz végül is az én ruhám, aztán majd, ha belenőnek, akkor felvehetik.